Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és pontosan az énekek éneke kapcsán. Egy mondással kezdem. Ezt nem én találtam ki, hanem Theodor Bové, aki a 20. századnak az egyik legérdekesebb teológus egyénisége volt, a keresztény szexuálpszichológiának a legnagyobbja, egy svájci tudós, aki az egyik könyvének az első mondatát így kezdte. Amit az Isten megteremtett, arról ne szégyeljünk kellő tisztelettel beszélni. És ez azért fontos, mert ma, így szoktam mondani a diákjaimnak, ne haragudjanak a idősebb diákok, mert minden diák egyforma, hogy csak úgy lediákozom őket. Azt szoktam mondani, ma két P-betű szörny pusztít, aminek a következtében a házasság az egy óriási nagy kérdőjel lett. Az első P-betű szörnyet azt úgy hívják, hogy pornó. Na most a pornó az miért baj? Nem azért, mert megmutat sok minden, hanem azért, mert a másik az tárgy lesz. Márpedig a szerelemben szeméről van szó. A másik P-betűs szörnyet úgy hívják, hogy prüdség. Erre a társadalom nagy része úgy felel a pornóra, hogy nem beszélünk róla, szőnyeg alá seperjük. Sose fogom elfelejteni, hogy fiatalokat vittem táborozni még a szocializmus idején, egy csehel következtében el lehetett vinni a hívő gyerekeket táborozni, ezt nem mondom el, hogy, ez is hozzátartozik a régi élet koreográfiájához, hogy így mondjam. És kiosztottam papírt ezeknek a gyerekeknek, ezek 10 éves gyerekek voltak, és megkérdeztem tőlük többek között azt, hogy a szexualitásról kitől hallottál először, és amit tudsz, az honnan hallottad. Egyetlen egy olyan cédula nem volt, amire azt írták volna, hogy a mamától vagy a papától. És ez nagy baj. Ezért hát két P-betűs szörnyet szerkezeti képlet felírom. Az első P-betűs szörny a pornó. Ezt így lehet leírni. A pornó az nem más, mint szex mínusz szerelem. A prűdséget pedig így lehet leírni. Szerelem mínusz szex. Tetszik érteni? És ez nagy baj. Mert a szexualitást az Isten teremtette. És igaza van Theodor Bovénnek, erről beszélni kellene. Persze, Theodor Bové mondja, kellő tisztelettel. A Biblia viszont a világirodalom első nagy realista alkotása. És a Bibliában a szerelemről, a testiről és lelkiről egyaránt szó van. Egyaránt hozzátartozik az élethez. És mivel az élethez hozzátartozik, kellő tisztelettel, levett kalappal uraknak, és megmostatott szájjal, de beszélni kell. Az énekek énekei a világirodalom legismertebb, legtöbbet lefordított, legtöbbet félremagyarázott versgyűjteménye, méghozzá szerelmes versgyűjteménye. Héberül a címe Sír, ha sírim, az azt jelenti, hogy a legszebb ének. Csak a Héber a felsőfokot úgy fejezi ki, hogy megismétli a szót, ezért lett énekek éneke tükörfordítással, de ez magyarul azt jelenti, hogy a legszebb ének. Miért kötötte Isten az élet továbbatását össze a szerelemmel? Azért, mert végsősorban a szerelemnek óriási ereje van a közösségépítésben, és egy ember önmagában nem ember. Az egyetemen mindig a kislányoknak azt mondom, akik most ugye van ilyen divat, tudják, szingli akarok lenni. Egyedül vagyok, én vagyok, a többi meg nem számít. Azt szoktam nekem mondani, édes lányom. Hát, hogyha itt vagy, ahhoz kellett egy férfi meg egy nő. Ha nem lett volna egy férfi meg egy nő, aki szereti egymást, akkor nem lennél itt. Nem így van? Tehát minden közösséghez hozzátartozik az, amit úgy hívunk, hogy szerelem. És ezt Isten annyira komolyan vette, gondolják végig, az egész Bibliában a házasság képéhez hasonlítja Jézus és az egyház, Isten és az ember kapcsolatát a Biblia. Miért? Mert ebben is a szeretet az, ami döntő. Ezért mondja, hogy féltékenyen szerető Isten vagyok, úgy fordítja a Károly fordítás, hogy féltő szerető Isten, de a héber kifejezés az azt jelenti, hogy féltékenynek lenni. Azért, mert minden közösség az abból épül fel, hogy két ellenkező, és ezt alá szeretném húzni, és ez nem csak a szexuálpszichológiában fontos, két ellenkező, mert egy férfi és egy nő nem egyforma, aki ezt nem tudná, hát ugye, az nem ismeri a másik nemet. Hát én nem tudok úgy gondolkodni, mint a feleségem, ha megfeszülök se, ő se tud úgy, mint én. Tessék kipróbálni, van egy ilyen tesztem. A feleség azt mondja, édesfiam, hozd ki a tejet a hűtőszekrényből. A férfi oda megy, kinyitja a hűtőszekrényt, és azt mondja, nincs itt.
Miért mondja azt? Mert nem ott van, ahol szokott lenni. A férfi az oda néz, ahol szokott lenni. Tudnélik, a férfi az ilyen kockásan gondolkodik, a nő pedig ilyen gubancosan. Tetszettek már látni hölgyeket beszélni? Hárman beszélnek egyszer, és értik egymást. Mi férfiak így állunk, hogy ezt hogy lehet megérteni, nem? Poláros ellentéte a férfi a nőnek. És ha ez így van, akkor nagyon fontos az, hogy harmóniát mindig csak másfélével lehet kialakítani. Egy zongorán vagy egy orgonán elkezdem ugyanazt a hangot ütni, fél perc alatt kiürül a terem. De hogyha a harmónia jön, a más összecseng a mással, akkor létrejön a muzsika. És ez egy nagyon fontos dolog. És ez így van minden kapcsolat, Isten-ember kapcsolatával, ember-ember kapcsolatával, sőt, még az ember világ kapcsolatával is harmóniába kell lennem, nekem harmóniába kell öltöznöm az időjárással, harmóniába kell lennem mindennel, ami körülöttem van. És a harmónia megtanulásának, az emberi harmónia megtanulásának az alapja az, amit úgy hívunk, hogy szerelem, úgy hívunk, hogy család. Isten ezért az ő népének is a viszonyát a szerelem különböző válfajaival ismerteti, fejezi ki, vagy adja tudomásukra. Nézzük akkor röviden ezt a könyvet. Énekek éneke a legszebb ének. Elmondtam róla, hogy szerelmi költemények sora. Rövid szerelmi darabból épített, de nagyon érdekes, és ezt nem szokták figyelemben venni, ez egy dráma. Ebben van egy párbeszéd. Ez egy dráma, mert hol a nő beszél, hol a férfi beszél, hol van egy kórus, ami megszólal, néha a lányok kara, néha a bátyja a mennyasszonynak, néha valaki más, de a férfi és a nő nagy párbeszéde ez, különböző szerelmi dalokban. Az ókori költészetnek ez, bizonyára Zsoltároknál a Héber versről valamit tetszettek hallani, ez egy gyönyörű, szép, drámai vers, hogy azt mondom, verses dráma, így mondhatnám, ha a műfaját nézem, és a vázlatban majd tetszenek látni, hogy ennek van egy szép piramis szerkezete. Héber vers az úgy épült fel, hogy elindulunk valahonnan, és megérkezünk valahová. Az indulás, a célba érkezés az párhuzamban van egymással, és akkor lépésekkel eljutunk a csúcsig, a központ az a csúcson van, és akkor onnan visszafele ugyanilyen lépéseket teszünk meg, tehát egyszerűbben elmondva A, B, C, D, akkor C vesző, B vesző, A vesző, így alakul az egésznek a szerkezeti képlete. Az elemzők a könyv szövegét különböző hosszúságú dalokra osztották, hogy hányra, azt nehéz kitalálni, mert ahány szerző annyi féleképpen. Tudnilik, ez egy összedolgozott vers, és ezek az összedolgozott verseknél nem biztos, hogy hol vannak a szövetek, az összehegesztési pontok. Most ezen nem kell megütődni. Tudnilik, a Biblia, ha nem hallották, még most hallják, a szóban született, mint ahogy az egész ókor irodalom. Nem úgy volt, hogy Homérosz leírja az Iliászt, vagy az Odüsszeát úgy, hogy leült Homérosz valami szép tengerparti kies tájon, lógatta a lábát a tengerbe, és áztotta, és akkor azt mondta, na most meg kellene írni az Iliászt. Hát ez így nem így született. Az egyetemen Devecseri Gábortól hallottam egy Odüsszea fél évet, és ott teljes egészében ő egy nagy tudós is volt, nem csak kiváló költés, kiváló fordító, többek között versbe fordította kapásból görögbe nekünk az Odüsszeát, méghozzá úgy, hogy kiosztotta a saját korábbi fordítását, és be kellett írni nekünk, amit jobban mondott kapásból, mint ahogy korábban otthon leírta. Szóval Devecseri elmondta azt, hogy a rapszódoszok körbejártak, és ezeket az énekeket énekelték, csak volt egy zseni, akit Homérosznak hívnak, ugye hét város veszekedett a hovatartozásán, és ez a Homérosz egy csodálatos költeményé formálta, ezt összerakta. Ez úgy van, hogy ezek a részletek úgy megvoltak, mint egy legókocka, és akkor ezeket összerakták egy egységé. Így épültek az evangéliumok, a prófétai könyvek, és így az énekek éneke. Ezért a különböző szerzők 4-től 62 különálló dalból összerakott drámai költeménynek tartják ezt az egészet, amiben természetesen szimbolikusak a szereplők. A vőlegény Salamonként jelenik meg, néha úgy jelenik meg, mint pásztor. Ugye ez egy ősi szerelmi szimbólum, mert pásztoróra, ugye ez mindenki tudja, még ez él ez a szó, hogy pásztoróra. Tehát úgy jelenik meg, mint pásztor, vagy úgy jelenik meg, mint kertész, ez is egy ősi szerelmi szimbólum, vagy úgy jelenik meg, mint kertészlány, pásztorlány ebben a költeményben, és ezért ez egy hatalmas, nagy vallomás arról, ami tulajdonképpen a szerelem. Az ókori írásmagyarázók már úgy tettek, hogy ebben, amikor ugye a cölibátus eluralkodott, ez a 4. század után van, utána mindenki csak szimbolikusan akart ezt érteni.
Így is lehet érteni, én nekem semmi bajom a szimbolikus értelmezéssel, mert ahogy mondtam, Isten és az egyház között is ugyanez a képlet mozog, de hogyha hűségesek akarunk lenni a könyvhöz, akkor ezek valódi szerelmi történetek. Ezt az Isten nem szégyelte így lejegyezni a Bibliában, és egy gyönyörű, szép szerelmi dráma ez az egész, és én ezt a szerelmi drámát szeretném önökkel megismertetni. Ahhoz viszont nagyon prüdnek kell lenni, hogyha valaki azt mondja, hogy hát ez tulajdonképpen mindenben szimbolikus, és semmi köze nincs a testi szerelemhez, stb. Én ezt nem vállalom, mert a Bibliát én egy realista alkotásnak tartom. A Bibliában reálisan beszél az Isten igéje minden emberi kapcsolatról. A könyv tartalmát sok változatban olvasták, ezt leírom a jegyzetben, nem nagyon beszélek róla. Van, aki azt mondja, egy falusi szépség ugye bekerül Salamon udvarába, a király szerelembe robban a kis pásztorlány iránt, és szerelmük különböző kalandok útján beteljesül. Van, aki így magyarázza. Van, aki meg azt mondja, egy másik történeti rekonstrukció ez, hogy Salamon egy falusi lányt vitett a háremébe, akit meg akar hódítani, azonban a lánynak van egy más szerelmese, egy pásztorfiú, és hát nagy nehezen sikerül a pásztorfiúnak a kislányt elvinni magával és feleségéül tenni. Ez egy másik rekonstrukció, ezt is ki lehet belőle olvasni. A harmadik történeti rekonstrukció az a Salamon személyét valóságosnak feltételezve a fáraó leányának, Szulamitnak a szerelméről szól, és a jegyességük történetét mondja el. Lelke rajta, mindenki azt hiszi ezzel a kapcsolatban, ami van. Én irodalomtörténeti szempontból most azt fogom nézni, hogy ez a költemény mit tartalmaz. És végül majd levonom a mondani valót. Ezért hát sokaknál látok Bibliát, elő akkor a Bibliát, és akkor nézzük egy kicsit részletesebben. Ugye van egy címe, Énekek éneke, Salamoné, így fordítja. Az Énekek éneke, sírhat síri, mondja, mondom, a legszebb ének Salamoné. Na most, az ókorban, hogyha oda van írva, hogy Salamoné, egy zsoltárnak, hogy Dávidé, az nem a szerzőséget jelenti biztosan. De most megtetszettek lepődni. Az ókori irodalomban sehol. Az ókori irodalom az egy kicsit béna a szerzőségre, tehát nincs szerzői jog az ókorban, stb. Ez úgy van, mint a mi népdalainknál. Hát a népdalnak ki a szerzője? Ugye azt szoktuk mondani, az iskolában azt szoktuk tanítani, népajkán születik, hát ez nem ilyen egyszerű ez az egész. Van. Tehát ez valahol indult. Tehát az, hogy Salamoné, ez azt jelenti, hogy Salamon udvarában minden bizonnyal írásba jegyezték, minden bizonnyal Salamon udvarában, a Salamoni udvarban, és ebbe az utódakat is bele kell érteni, tehát a jeruzsálemi, hogy így mondjam, királyi udvarban született ez a költemény, és ott jegyezték, ez jelenti, hogy Salamoné. Az első rész az tulajdonképpen egy óriási nagy vallomás a szerelem gyönyörűségéről. Ez az első fejezet második versétől a második fejezet hetedik verséig tart, és az az érdekes, ugye ez az A rész, ha mostan költőjén nézem, hogy ez a végén is ugyanúgy visszajön ez az egész, a szerelem gyönyörűségével fejeződik be az egész, és ha valaki nagyon érdekesen akarja verstanilag elemezni, akkor az elejét a végével össze lehet vetni. Na, akkor olvassuk a szöveget. Azt mondja, hogy csókoljon meg engem szája csókjával, szerelmed jobb a bornál, jó illata van olajodnak, neved, mint a kiöntött olaj, ezért szeretnek téged a lányok, vigyél engem magaddal, fussunk, vezess a szobádba, királyom, urulunkba, örüljünk veled, emlegessük bornál is jobb szerelmedet, méltán szeretlek téged, nyilvánvalóan mennyasszony vallomása. Tehát a mennyasszony vágyódása megszólítja a fiút, és elkezdi mondani, hogy utána az ötödik verstől, hogy ő milyen is. Szerelemben mindig a külső is számít. Majd látjuk, hogy a női szépséget leírja. Én írtam egyszer egy tanulmányt arról, hogy milyen a bibliai szép nő, és milyen a bibliai szép férfi. Azt hiszem, ebben a második kötetben benne is van ez a tanulmány. Jegyzetek nélkül, de beleírtam. Milyen a szép férfi, milyen a szép nő. Nézzük, hogy mit mond magáról a mennyasszony. Ez jellegzetes szöllős gazda kép, megint egy ókori szerelmes költészetből ismert kép. Jeruzsálem leánya, én barna vagyok, de szép, olyan, mint Kédár sátra is, mint Salamon szőnyegei. Nézzétek, hogy milyen barna vagyok. A nap sütött le engem, anyám fiai haragudtak rám, szöllőt őriztettek velem, a magam szöllőjét nem őriztem. Egy lebarnult kislány, aki szép, és elzavarták a bátyai szöllőt őrizni. Na most ezt tudni kell, hogy Dáviddal a szépség ideál változik. Ugye gondoljunk arra, hogy Sault megválasszák királynak, miért? Saul az első király, az milyen volt? Egy fejjel magasabb,
Tenyeres, talpas, nagy darab. Milyen volt Dávid? Piros pozgás, kicsi és okos főként. A királyok korában, a 10. században változik a szépség ideál, szép férfinek és a szép nőnek az ideája. A lányok pedig fehérbőrűek, otthon ilyen kis cicák voltak, akiket otthon széltől óvtak. A királyok korában ez a pásztorlány típus, ez a lebarnult, belevaló kislány, na, hogy maian mondjam, ez lett a divat, most ezt mondja el magáról. És akkor megszólítja a vőlegényt, és eljön a randevúnak az ideje. Minden ilyen tragédia, ami házassággal végződik, randevúval kezdődik, ezt mindenki tudja. Azt mondja, mondd meg nékem, te, aki lelkemből szeretek, hol legeltetsz délben, hol deleltetsz, miért keresgéljelek társaid nyájánál? Ugye a lány randevút kér ebben a fiúval, mondd el, hogy hol legeltetsz. Szerte szét, ugye Palesztina az egy nagyon zegzugos ország, hegy, domb, stb. Kecskéket, juhokat legeltettek, és voltak deleltető helyek, ahol ciszternák voltak, ahol felfogták az esővizet, és itatták az állatokat. És melyik ciszternánál deleltetsz, ezt kérdezi. Erre a fiú azt válaszolja, a 8. vers, ha nem tudod, ó, asszonyok szépe, indulj egy nyája nyomán, és legeltess kecskédet a pásztorok a nyájnál. Ez egy ilyen szép cseles meghívó, hogy megmondom, de nem mondom meg. Így indul az egész. Erre a vőlegénynek is be kell mutatkozni, hogy milyen ő. Figyeljük csak! A fáraó kocsijába fogott paripákhoz hasonlítalak, kedvesem. Két orcát bájos a látszocskák között, mondja a mennyasszonyról a vőlegény. Nyakad a gyönsorokban, aranyláncokkal készítünk neked, ezüst golyócskákkal. Egy szép ékszer volt ez az aranylánc, ezüst golyócskákkal, a régészek sok ilyet tártak fel. Erre megszólal a lány is. Ha a király az asztalnál ül, nárdusom illatja, árasztja illatát, mint egy köteg mirha, mely keblenben nyugszik. Olyan az én szerelmesem, mint a ciprusfürt engedi szőlőjében, olyan az én szerelmesem. Szép vagy te is, szerelmesem, gyönyörű vagy, fekvőhelyünk üde zöld, cédrusok házunk gerendái, mennyezete ciprusai. Igen ám, csak a 15. versben még a vőlegény is megszólalt. De szép vagy, kedvesem, de szép vagy, szemeid galambok. Ugye? Mi van? Egy párbeszédes helyzet, ahol a két szerelmes elkezdi dicsérni egymást. Kiderül, hogy szeretik egymást, illetve tetszenek egymásnak. Megszólal a lány, azt mondja, Sion, nárcisza vagyok én, a völgyek lilioma. Megszólal a fiú, mint lilioma tövisek között, olyan a kedvesem a lányok között. Erre megszólal megint a mennyasszony, mint almafa az erdő fái között, olyan szerelmesem a legények között, árnyékába vágyom ülni, gyümölcse édes ínyemnek. Erre jön a találkozó. Kölcsönösen megdicsérték egymást, kölcsönösen kiderült, hogy tetszenek egymásnak, és akkor azt mondja a lány, elvitt engem a borozóhelyre, melynek jelvénye a szerelem, erősítsétek aszuszöllővel, üdítsétek fel almával, mert szerelem betege vagyok, balkarja a fejem alatt, jobbjával átölel engem. Kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, a gazellákra és a mező szarvasaira, ne ébresztétek föl a szerelmet, míg nem akarja. Erre elkezd ábrándozni, jön egy ilyen álom jelenet az egészbe. Szerelmeset hangját hallom, jön már, ugrálva a hegyeken, szögdelve a halmokon, mely olyan szerelmesen, mint a gazella, mint a fiatal szarvas. Itt áll már a falaink mellett, benéz az ablakon, betekint a rácsozaton, szerelmesem így szólított meg. És most jön a fiúnak a szava, kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már. Nézd, vége van a télnek. Elmúlt az esőzés, elment. Megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje. Gerlebúgás hangzik a földünkön, érleli első gyümölcsét a fügefa. És virágzó szöllők illatoznak, kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már. Galambom szikha hatradékban, magas kőszál rejtekében, mutasd meg arcodat, mutasd meg hangodat, mert kellemes a hangod, és bájos az arcod. Az az érdekes, hogy ugye a népköltészetben ebből mennyi minden van. Ugyanezeket a képeket használja a magyar népköltészet is, nem? Gerle, gerlebúgás, galamb, stb. Ezek teljesen ismerősek. Udvarol a fiú a lánynak. Legfeljebb csak az, hogy a tavasznak a képében benne van, érleli már az első gyümölcsét a füge, ez azt kell tudni, hogy fügének három termése van Palesztinában, és ez a korai fügének az érése, az mindig a tavasznak a jele volt, ez a tavasz szimbólum, ez mondjuk hát az időjárási viszonyokhoz függő. Ekkor viszont megszólal a kórus, a lányok kórusa. A lányok
intelme, hogy így mondjam. Ezt lehetne ennek a kis kórusnak adni. Ez a 15. vers. Azt mondja, fogjátok meg a rókákat, a kölyök rókákat, mert pusztítják a szöllőinket, virágzó szöllőinket. A lányok összefognak, vigyázz, vigyázz a legénnyel, mert ez a róka képlet, ez a, hát ha elcsábít téged, ez a legény. Ez a lányok kórusa, hogy a kicsit azt a rózsaszín ködöt, ami mind a kettőnek a fejébe ott van, ez mérsékelje. Erre megszólal a lány. Azt mondja, szerelmesem enyém, és én az övé vagyok. Övé, ki liliomok között legeltet. Hű szél támad, és megnyúlnak az árnyak, jöjj vissza szerelmesem. A hegyszakadékokon át, gazellához vagy fiatal szarvashoz hasonlóan. Gazella és a fiatal szarvas, ez mindig szerelem jelkép volt az egész ókori irodalomban. Így van ez a Gilgamesh eposzban, így van a Sumér költészetben, így van az Akkád költészetben, így van az egyiptomiban. Tehát ez egy internacionális nemzetközi képsor volt abban az időben. Erre jön egy álomjelenet, és ez az álomjelenet kétszer is visszatér a könyvben. Ugye ezenek az álomnak az a lényege, hogy kedvesem és az én álmomban találkozunk. A lány álmodik, és így meséli el az álmot. Ágyamon éjjelente keresem őt, akit lelkemből szeretek. Keresem, de nem találom. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket. Megkeresem, akit lelkemből szeretek, keresem, de nem találom. Rám találtak az őrök, ugye ezek az őrök, az éjjeli őrök, akik vigyázták akkor a közrendet. Rám találtak az őrök, akik a város járják. Nem láttátok, kérdeztem, akit lelkemből szeretek? Alig mentem tovább tőlük, már is megtaláltam, akit lelkemből szeretek. Megragadtam, nem is engedtem el, míg be nem vezettem anyám házába, szülőmnek szobájába. Kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, a gazellákra és a mezőszarvasára, ne keltsétek, ne ébresztétek fel a szerelmet, még nem akarja. Ugye ez az álom jelent, hogy ezt álomban látja a lány. Erre megszólal mindig a kórus, ez most a nézőknek a kórusa, a kívülállóknak a kórusa. Ez az ókori drámák, aki egy kicsit görög drámákat olvasott, már tudja, hogy a kórus mindig egy ilyen egyensúlyozó szerep, ilyen helyretevő szerep. És megszólal a kórus, ez a harmadik fejezetnek a hatodik versétől. Mi jön ott a puszta felől, mint valami füstoszlop? Mirha és tömjén illat veszi körül, az illatszeráros sokféle pora. Nézd, Salamon gyalog hintója az. 60 vitéz van körülötte, Izrael vitézei közül. Minnyáján kardforgatók, gyakorlott harcosok, mindegyiknek kard van az oldalán, nem rettegnek az éjszaka sem. Gyaloghintót csináltatott magának Salamon király Libanon fáiból. Oszlopait ezüstből csináltatta, támláját aranyból, ülését bíborból, belsét szeretettel hímezték ki Jeruzsálem leányai. Jertek ki Sion lányai, nézzétek Salamon király koronával, melyel megkoronázta anyja Nászának napján, szíve örömének napján. Ebben lényegében az esküvői menet van leírva. Ezt sugallja ez az egész szakasz. Na most ehhez kell tudni, hogy hogy volt Héber esküvő. Ugye, hát a templomi esküvő az ókeresztény időben se volt. Ószövetségben elgondolhatatlan volt templomi esküvő. Az ókorban az esküvő, a bibliai korban az a következőképpen nézett ki. Két család megegyezett, főként az anyagiakban. A vőlegény megkérte a mennyasszonyt, és elrendezte a két család, amiben a vőlegénynek se volt nagyon nagy beleszólása, azt, hogy is lesz anyagilag ez a házasság. A vőlegénynek móhárt kellett fizetni, ez nem a lány vételára volt, ezt nagyon sokan félremagyarázzák. A móhár az egy nagyon fontos intézmény volt. Tehát a móhár az volt, hogy most már Biblia ismerő urak és hölgyek ülnek előttem, hadd mondjam, Jákobnak az esetét. A móhár az valami vagyon volt, amit a vőlegénynek kellett adni a menyasszony szüleinek. De ez nem lett a menyasszony szüleié, hanem ez a móhár arra szolgált, hogyha netán például ez a házasság válással végződik, akkor ez a móhár az asszonyé marad, és nem lesz földön futó az asszony. Ez az asszony biztosítéka volt. Ez egy nagyon-nagyon fontos és emberséges intézmény volt, ezért egy elvált asszony az birtokos maradt. Amit a vőlegénye annak idején, és később férjévé lett vőlegénye odaadott a szülőknek, azt a szülő nem költhette el, hanem ez az asszonyé maradt. Ez volt a biztosíték annak, hogy szociális alapja legyen. Amikor ez megtörtént, akkor jött az esküvő, és ez az esküvői menetnek a leírása. Méghozzá úgy jött, hogy
A vőlegényt mai napig is, ha valaki zsidó esküvőt látott mondjuk tévébe, azt Salamon királynak hívják a vőlegényt, és Szulamitnak hívják a menyasszonyt. És a vőlegényt megkoronázták, mert ő a király utoljára a házasságban. Ezt megint el kell mondani, hogy az ókorban nem alárendelt szerepe volt a nőknek a házasságban. Ez a mohár is mutatja, hogy nem mellérendelő szerepe volt. Ez vanyolilag is így van, de másban is, hát hogyha mondjuk elmennek Törökországba vagy Arabországba, nem igazán, amit a ponyvaregények leírnak. De a törököket megkérdeztem, hogy hát nálatok lehet a Korán szerint 4 feleség. Törökországban hány olyan ember van, akinek 4 felesége van? Hát 61 óta már nem lehet, mert ezt megtiltották. A 61 előtti állapot is az volt, hogy a 74 milliós Törökországban volt tán 200 olyan ember, akinek egynél több felesége volt. És mondtam, hogy miért? Hát azt mondja, hülye vagyok, én mondta nekem a török. Hát a feleségnek otthon a feleség az úr. Ha belépek a küszöbön, ott a feleség az úr. Ha kilépek a küszöbről, és ugye velem jön a feleség, akkor én vagyok az úr. De a pénzt azt a feleség kezeli nálunk is, csak mi ezt nem valljuk be. De ez így van. Ha eltetszenek menni a bazárba, mondjuk Isztambulba, mindig ül egy öreg asszony a sarokba. Tessék, megnézni, hogy kézi munkázik, mintha oda se figyelne. Tessék alkudni. Ha az öreg asszony így csinál, akkor van bót, ha így csinál, akkor ő nála van a kassa. Ez a keleti rend. Na most ezt azért mondom, hogy nehogy azt tessék gondolni, hogy ez egy alárendelő szerep. Az esküvő az úgy nézett ki, hogy Salamon király, utoljára király az életében, elmegy szíve választottáért, gyönyörű szépen felöltöznek, a lánypajtásai elkísérik a menyasszonyt a házba, jönnek vele a vitézek felöltözve, itt mondja, 60 vitéz van körülötte, Izrael vitézei, mindjárt kartforgató, gyakorlott harci emberek, ezeknek harcképes legényeknek kellett lenni, gyaloghintón elviszik a vőlegényt és a menyasszonyt a nász helyére, a vacsoráló házba, ahol elkezdődik a lakodalom, és így lesz a vőlegény és a menyasszony egymásé. Most ezt írja el, ezt a menetet, ezt az esküvői menetet, ez a felolvasott pársor, amit most itt a nézők, a kórus mond, hogy hát alig várjuk már, hogy összeházasodjatok, ha már ennyire szeretitek egymást. Na most, de viszont be kell mutatni, hogy milyen is ez a menyasszony. Következik a 4. fejezetben a menyasszony 7 tulajdonsága. Ezekből 4 az olyan, amelyik külsődleges, és utána jön az intim szféra, amit szintén bemutat ez a költemény. Na nézzük. Ezt most a vőlegény mondja. A vőlegénynek vallani kell a szeretőjéről, a szerelméről. Azt mondja, de szép vagy, kedvesem, de szép vagy. Szemeid galambok fátyola mögül, hajad olyan, mint egy kecskenyáj, mely a Gileát hegyéről hullámzik alá. Hát mi azért nem ilyen képeket mondanánk, hogy kecskenyáj a hajad, de ez az ókorban egy nagyon szép kép volt. Először a szeméről beszél, utána a hajáról beszél. 2 fogsorod olyan, mint a megnyírt júnyáj, mely az úsztatóból jött fel, mindegyiknek van ikerpárja, nincsen köztük hiányos. Ezt lehetne gondolni, szép fehérfogú, szabályos fogú valaki, fogszabályozó nélkül. Azt mondja, ajkad olyan, mint a karmazsinfonál, és bájos vagy, ha beszélsz. Halántékod, mint a gránátalmagerez, fátyolod mögül. Nyakad olyan karcsa, amilyennek Dávid tornya épült, 1000 kerek pajzs függ rajta, mind vitézek pajzs, ez a nyak ék, amin ilyen pajzszerű részek vannak. 2 melled, jön az intim széra, mint 2 őzike, mint Gizella pár, mely liliomok között legel, a hűs szél támad, és megnyúlnak az árnyak, elmegyek a Mirha hegyre, tessék kitalálni, hogy mi ez, és a tömilyen halomra. Mindened olyan szép, kedvesem, semmi hibát sincs. Majd így folytatja, jöjj hozzám a Libanonról, menyasszonyom. Jöjj hozzám a Libanonról, nézd le Amáná csúcsáról, Szenír és Hermon csúcsáról, az oroszlán barlangoktól és a Párducok hegyeitől. Megdobogtattad szívemet, húgom menyasszonyom, megdobogtattad szemed egyetlen pillantásával, nyakdíszed egyetlen láncocskájával. Mi szép vagy, mi szép a szerelem, húgom menyasszonyom, mennyivel jobb szerelmed a bornál, olajod illatosabb minden valzsamnál, színmész csepeg ajkadról, menyasszonyom, nézd, és tej van a nyelveden, suhád illata, mint a Libanon illata. Bezárt kert az én húgom menyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút, paradicsom kert nőtt rajtad, gránátalmák édes gyümölcsökkel, ciprusok nárdusokkal, nárdus és sáfrány, illatos nád és fahé sok tömjén fával. Milha és álóé, sok drága balzsammal, a kertekben lévő küt élő vízforrása, mely a Libanonból csörgedez.
írja le az intim szféráját a mennyasszonynak a vőlegény. Majd így folytatja, bejöttem a kertembe, húgom mennyasszonyom, szemed mirhámat és balzsamomat, eszem lépes mézedet, színmézemet, iszom boromat és tejemet, egyetek, igyatok, barátaim, részegedjetek meg a szerelemtől. Erre megszólal a mennyasszony, aludtam, de ébren voltam, hallga, szerelmesem kopogtat. Megszólal a fiú, nyis ajtót, húgom kedvesem, galambom gyönyörűségem, mert fejemet belepte a harmat, fürtjeimet az éjszaka cseppje. Erre vőlegény elmegy, és késlekedik, és akkor a mennyasszony megszólal. Levetettem alsó ruhámat, hogyan ölthetném fel? Megmostam lábamat, hogyan piszkolhatnám be? Szerelmesen benyújtott a kezét a résen, és szívem felindult iránta. Fölkeltem, hogy ajtót nyissak, de szerelmesemnek, és kezemről mirha csöpögött, ujjamról mirha folyt a kilincsre. Ajtót nyitottam szerelmesemnek, de szerelmesem már megfordult, elment. Lelkem megindult beszédétől, ezért kerestem őt, de nem találtam. Kiáltottam, de nem válaszolt. Rám találtak az őrök, akik járták a várost, megvertek, megsebeztek, letépték rólam a kendőmet, a várfalak őrei. És erre megszólítja, esdve kérlek, Jeruzsálem leányai, ha megtaláljátok szerelmesemet, mondjátok meg neki, hogy a szerelem betege vagyok. Erre megszólalnak a lányok, mivel külön szerelmesed másokénál, ó asszonyok szépe? Mivel külön szerelmesed másoknál, hogy így esedezel hozzánk? Erre megszólal a lány, szerelmesem ragyogó és piros, 10 000 közül is kitűnik. Feje szintiszta arany, hajfürtjei hullámosak és holló feketék. Szemei, mint a folyók, mint a galambok a folyóvíz mellett, tejben fürödnek, a bővíz mellett ülnek. Arca, mint a balzsam illatú virágágy, melyben illatos növények nőnek, ajkai liliumok, amelyekről csepegő mirha folyik. Kezei aranyhengerek, topázzal borítva, dereka elefántcsontszobor, zafirokkal rafja, combja márványoszlop, színarany talpazaton. Termete olyan, mint a Libanon, pompás, mint a cédrusok, ínye csupa édesség, és rajta minden oly kívánatos. Ilyen szerelmesem, ilyen a kedvesem Jeruzsálem leányai. Tehát, ahogy a vőlegény elmondta a szerelmese szépségét, úgy most a lány elmondja a fiúnak a szépségét a lányoknak. Erre megszólalnak a lányok a 6. fejezet első versében. Hová ment szerelmesem, asszonyok szépe? Megindult szerelmesed? Hadd keressük veled együtt. De megszólal a lány, szerelmesem a kertbe ment, balzsamullatú világágyhoz, hogy gyönyörködjék a kertekben, és a liliumokat szedjen. Én szerelmesemé vagyok, a szerelmesem az enyém, a liliumokban gyönyörködik ő. Hát ez ugye nyilvánvalóan a szerelemnek egyik általános toposza, szimbóluma az ókorban. Erre megszólal megint a vőlegény, és a vőlegény kezdi dicsérni a lányt. Szép vagy kedvesen, mint Tirca városa, gyönyörű, mint Jeruzsálem, ámulatba ejtő, mint zászlóerdő, vedd le rólam szemedet, mert megzavarnak engem. Hajad olyan, mint egy kecskenyáj, mely a Gileádról hullámzik alá, 2 fogsorod, mint az anyajuhok nyája, az usztatóból jött fel, ugye ez a 4. fejezetnek az ismétlése, ugyanezeket a képeket mondja, mindegyiknek van ikerpálya, nincs kezöttük hiányos. Halántékod, mint egy gránátalmagereszt, a fátyolod mögül, királyné van 60, másodrangú feleség 80 is, leány meg számtalan, de galambom csak egy van. Ez a tökéletes, anyjának egyetlene, szülőjének kedvence. Nézik a lányok, boldognak mondják, dicsérik a királyt és a másodrangú feleségek. Erre megszólalnak az asszonyok. Ki ez a lány? Úgy ragyog, mint a hajnal, szép, mint a holcsugár, tiszta, mint a fénylő nap, ámulatbejtő, mint egy zászlóerdő. Erre megszólal a vőlegény, megint nagyon az intim szféráról beszél. Lementem a diófás kertbe, hogy gyönyörködjem zsendülő völgyében. Megnéztem, fakad-e szöllő, virágzik-e a gránátalma. Erre megszólal a lány. Észre sem vettem, amikor Ammádim kocsiába tettek engem. Majd megszólal a kórus. Fordulj, fordulj, Szulamit, fordulj, fordulj, hadd csodáljunk. Erre megszólal a lány. Mit csodáltok Szulamiton, mikor sorai között táncol? Megszólal a vőlegény, mi szépen lépked saruidban, te fejedelmi lány. Domború csípőid ékszerhez hasonlóak. Művészi kéz alkotásai.
Köldököt kerek csésze, melyből nem hiányzik a fűszeres bor. Tested búzahalom, liliumokkal szegélyezve. Két melled, mint két őzike, mint egy gazella pár. Nyakad elefántcsontorony, szemeit hesboni tavak, Bartábib kapujánál, orrod, mint a Libanon tornya, mely Damaszkusz felé néz. Fejed olyan, mint a Karmel, és fejeden a haj, mint a bíbor. Egy királyt tartanak fogva fürtjeit. Azt majd így folytatja, mi szép vagy, és mi kedves, gyönyörűséges a szerelem. Termetett pálmákhoz hasonló, mellett szőlőfürtökhöz. Gondolom, felmegyek a pálmafára, megragadom fürtjeit. Olyanok melleid, mint a szőlőfürtök, leheleted, mint az alma illata. Ajkaid íze, mint a legjobb boré, mely szerelmesemről árad felém, álmomban is megnedvesíti ajkamat. Erre vallani kezd a lány is. Én szerelmesemé vagyok, és ő is utánam vágyódik. Jöjj hát, szerelmesem, menjünk ki a mezőre, hájunk a ciprusok között, menjünk korán, a szőlőkbe nézzük meg, fakad-e a szőlő, kinyílt-e a virága, virágoznak-e még a gránát almafák. Ott ajándékozlak meg szerelmemmel. Majd így folytatja, a mandragórák illatoznak, mandragórák az mindig a termékenység, szerelem, szexuális kapcsolatnak a növényei, emlékezünk a Jákob történetében a feleségekről. De mandragórák illatoznak, ajtónk előtt ott sok édes gyümölcs, van friss, van aszalt, és szerelmesem, neked tartogattam. A 8. fejezet, megint a lány folytatja. Bárcsak bátyám lennél, ki anyám mellét szopta. Az utcán találkoznánk, megcsókolhatnálak, nem szólnának meg. Elvezetnélek anyám házába, vinnélek, te tanítgatnál engem, én meg fűszeres borral itatnálak, gránátalma musttal. Barkalja a fejem alatt, jobbjával átölel engem, kérve kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, ne keltsétek, ne ébresszétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Erre megszólalnak a lányok, ki ez a lány, aki pusztából jön, szerelmesére támaszkodva? Megszólal a lány, almafa alatt költöttek fel, ahol anyád vajutott veled, ahol vajudott és megszült téged. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra, bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szeretetét, folyók sem tudják elsodorni, de ha valaki házam minden kincsét kínálná is a szeretetért, csak is megvennélek érte. Mert a mennyasszony bátyja szólal meg, megint egy külső szereplő, és azt mondja, kicsi még a mi húgunk, nincsen neki melle. Mit csináljunk húgunkkal, mikor megkérik? Hogyha kőfalat építünk rá, ezüst pártázatot, hogyha pedig ajtó, bedeszkázunk cédrusfával. Erre megszólal a lány, kőfal vagyok mellei, mint a tornyok. Ő előtte olyan leszek, mint aki megtalálta a boldogságát. Megszólal végre a vőlegény is, és azt mondja, szőlője volt Salamonnak, Bál Hamánon. Szőlőjeért örökre bízta, mindegyikük 1000 ezüstöt hozott termést. A magam szőlője, a magamnak van gondom, 1000 ezüst legyen a tiéd, Salamon, 200 pedig a termés őrzőjé. Te kertekben lakó lány, barátaim, szavaid lesik, hadd halljam én is. Erre megszólal a lány, siess hozzám szerelmesem hasonlóan egy gazellához, vagy egy fiatal szarvashoz a balzsamillatú hegyeken. És akkor ugye elérkeztünk a végéhez az egésznek, tehát itt ezen a ponton, hogy siess hozzám szerelmesem, stb. Lényegében véget ér a költemény. 8. fejezet vége. Na most, azt hiszem, azért olvastam fel szinte az egész könyvet, csak kicsiket hagytam ki belőle, hogy lássák, ez valóban egy szerelmi dráma. Ez egy párbeszédes dráma, a vőlegény és a mennyasszony szeretete. Benne, ugye sokan azt mondja, hogy ez egy 16 éven felül, vagy 18 éven felüli kis karikát ki kellene tenni, mint a tévénél, ennél az egész dolognál, de ez a Biblia része. És ez azért része a Bibliának, mert ez tanítani akart. Az ókori Izraelben nem a, hogy így mondjam, a szerelemről lemondó szüzességi fogadalom volt az erény, hanem pontosan az, amit igaz szerelemnek hívunk, hogy két embernek egy életre szóló, testi, lelki, anyagi, szellemi, stb. Teljes emberi közössége a másikkal. Lényegében az énekek éneke ezt prédikálja. És az énekek éneke ezzel példát ad
a keresztény házasságnak is. Az, hogy ma a házassággal baj van, és az, hogy ma a házasság nagyon sokszor ilyen, hogy mondjam én, ilyen szükséges rossznak beállított valami, férfiak csak viccelni szoktunk vele, meg én is úgy, na, utaljára volt szabad, stb. A házasságban arról van szó, hogy két ember lemond az önállóságáról a másikért. Tehát arról van szó, hogy én adom magamat ő neki, cserébe ő adja magamat testestől, lelkestől, mindenestől nekem. Ha ez a csere, hogy én adom magamat, és ő is adja magát, nem jön létre, akkor nem lehet beszélni lényegében semmiféle közösségről sem. Mert ez a szexualitásban ugyan megvalósul két ember között, ha megvalósul, de tessék csak megnézni, a munkával is így vagyunk. Ha valaki csak pénzért dolgozik, az úgy is néz ki, nem? Ha valaki nem szenvedélyből csinál valamit, nem adja oda magát, teszi oda magát, ahogy szokták ezt pestiesen mondani, valami munkának, akkor ez a közösség nem igazi közösség. Na most, sajnos a 21. században elterjedt egy ilyen szingli világ, ahogy én ezt szoktam mondani. Mindenki magának akar kaparni. Na most ez a kapari magadnak mozgalom, ami nagyon divatos lett a 21. században, ez a társadalom végét jelenti. Tessék megnézni, erre egy buta viccet tudok mondani, de ez nagyon jó kifejező, a kanibál gyerek bömböl, hogy ilyes vagyok, ilyes vagyok, ilyes vagyok. És ott veri egy bunkos bottal a barlang előtt a földet. És erre megunja a várakozás, bemegy, azt lehet hallani, csicsat, csicsat, dirdur, dirdur, és utána kijön véresen, jól lakottan, és azt mondja, árva vagyok, árva vagyok, árva vagyok. Na hát ebbe a helyzetben van tulajdonképpen a 21. századi ember. Mert ha én úgy gondolom el az életet, hogy ez egy olyan bank, amiből nekem csak kivenni kell, és semmit nem kell betenni. És minden kapcsolat így van, hogy a többi ember csak értem van. És nem a másik emberért vagyok. Én nem a másik emberért itt élő ember vagyok. És a boldogságomat nem abba találom meg, hogy magamat adom a másiknak, és cserébe kapom a másikat, akkor kanibál gyerek sorsa lesz, amilyen, hogy árva vagyok, árva vagyok, árva vagyok. Tessék megnézni, magányosak vagyunk tömegbe. Ugye David Riesmannak ez a híres képe, hogy a magányos tömeg, ez valósul meg. És egy új szövetségi vonatkozást is mondok, és nem véletlenül, hogy az egyházatják kezdtek ennek kapcsán prédikálni Krisztus és az egyház kapcsolatáról, ami egy nagyon testi szerelmi kép végig, azt hiszem ezt a 16 éven felüli filmet végig gondoltátok magatokba, de tessék csak egy olyan dolgot nézni, amit úgy hívunk, hogy lélek ajándéka, a karizmák. Ma mindenki karizmákról beszél, karizmatikus kereszténységről. Mi az, hogy karizma? Isten adott nekem valamit, érted. És te is kaptál Istentől valamit, értem. És tessék a példázatok közül a talentumok példázatára gondolni, közismert. Ha én, amit az Istentől kaptam, nem adom érted, tehát nem kamatoztatom, hanem elásom, akkor ez számon kéri rajtam az Isten. Ezt a karizmákkal való élést is. Lényegében a keresztény ember a házasságban két ember testi, lelki, fizikai, anyagi, és mindent tudnék sorolni, kapcsolatában éli meg. És utoljára csak annyit hadd mondjak. Volt egy nagyon kedves jó barátom, akit úgy hívtak, hogy Gyökösi Endre. Bandi bácsit ugye országszerte ismerik. Bandi bácsi mindig azt szokta mondani. Lényegében az, ami a házastársi szeretet, az négyféle szeretetből áll össze. Az első, azt úgy hívják, hogy erosz. Az erosz a görög nyelvben az azt jelenti, ebből jön az erotika, de az erosz az azt jelenti, hogy valaki külsőleg tetszik nekem. Tehát felfedezem a másikba a szépet, és ezzel a jót. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában a szép és a jó az egy szó, héberül így van, hogy tób. Ez egyszerre jelenti a szépet és jót. Tehát én felfedezem a másikba a szépet. Ez az erosz. Akkor én barátja leszek a másiknak, ez a filein. A filein az a baráti szeretet, amikor két ember úgy egy húron pendül. Tudják, hogy mindenkinek van barátja, vagy volt barátja, sajnos már elég kevés van. De az, akivel együtt tudok gondolkodni, kimondott szavak nélkül is. A házastársamban ezt is meg kell. Nem elég, hogy tetszen nekem, hanem ezt a barátot is meg kell találni. Minden jó házasságban van egy olyan intim szféra, így szoktam mondani, amikor ránézünk valamire és egyet gondolunk. Persze ez idővel alakul ki, ez legalább 5 év kell hozzá, hogy kialakuljon. De hát a feleség, így tartom a fejem, akkor hiába hazudok, mert tudja, hogy mire gondolok. Szóval ez így van, ezt mindenki tudja, mert mosolyog, hogy ez így van.
ez a filein. Azután van az, amit úgy hívunk, hogy szex, ez a szexualitás. Két embernek a testi szeretet, ez is hozzátartozik. Ebben arról van szó, hogy én adom magam a másiknak, és ő adja nekem magamat. Mert a szexualitásnak ez lenne a lényeg. Ezért a pornó borzalmas, mert ott van egy tárgy, amit használok. És nincs benne, pontosan ez a szeretetnek, ez a mélysége nincs benne. És van egy negyedik is, amit úgy hív a Biblia, ezt is mindenki tudja ezt a görög szót, hogy agapé. Amikor az önzetlen szeretet, ahogy Jézus szeretett. Ezért ezt a négyet így lehet mondani Gyökesi szerint. Az erosz, az azt jelenti, hogy szeretlek, mert ilyen vagy. A filein, szeretlek, mert társam vagy. A szex, szeretlek, mert enyém vagy. Az agapé, szeretlek, mert szeretlek. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Ha ez a négy együtt van, akkor van igazán emberi kapcsolat. Akkor igazi a szerelem. És végső soron, hogyha végig elemezzük ezt az egész nagy drámai költeményt, amit úgy hívunk, hogy énekek, éneke, akkor ennek a négynek a fényében lehet igazán megismerni. Így hát ennyit szerettem volna mondani ezen a rendhagyó órán. Ez egy rendhagyó könyv a Bibliában. A zsidók minden nagy ünnepen ezt felolvassák, ezt az énekek énekét, és pontosan a nagy ünnep, és ezt nem fogják elhinni, a nagy engesztelési nap. Akkor olvassák fel a zsidók az énekek énekét a Bibliából. És ebből tanulhatunk. Mert Isten nagy engesztelése az összekapcsolódik avval, hogy én megtaláljam a helyes kapcsolatot az emberrel, amihez az első számú korrepetáló anyag a házastársammal való testi, lelki, szellemi, fizikai, tehát teljes szeretet kapcsolat, a négy szeretet iránynak megfelelően. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.